Sziasztok! Belem másztál Will de meg az órát. Ilyen bábozás. Vagy, vagy a fülét. Halló, sziasztok! El vagyunk Will Nem, Nem tudom megpidecgálni a fülét. Vág pofon! Tényleg, Na. most visszaadjuk. Na, sziasztok, szép érseg, mindenkinek. Közben már a cseten. Szia, Ferenc, Misi, Péter, én mindenhol is ott vagyok. Roland, Oliver, Peti! Ferenc, sziasztok, sziasztok, szép estét kívánunk mindenkinek! Gyűlünk, gyűlünk, szép számmal! Megérkeztünk ismét egy vasárnap este 19. egy ilyen Lazy uh, Will Smith adás, hiszen a Will Smith ma 54 éves. Tényleg? Aha. a 65-ből akkor simán lehet. Simán egy hármat, így, így van, így van, így van, teljesen a csávó. 1968-ban született, szeptember 25-én, akkor látta meg a napvilágot, ahogy mondani szokták. Nem is a napvilágot láttam, hanem a neoncsöveket. Max a kórházban a kórházba meg a zöld Vagy nem csembe. tudom, hol született, mert még ezt nem olvastam el, csak az, hogy. Hát biztos az az Kalifornia, vagy valami ilyesmi. Miért? Hát már azért... nem úgy hol, hanem hogy izé, most a budiba nyomták, vagy izé, kórházba, vagy ott a füvön a mezőn, ha hát mit tudom, hogy napfényt látott, neon csövet látott, vagy ledlámpát, mondjuk azt még 60. És azért nem, született, más. hogy idén pofaszkodjon. Így van. A, hát nem így, így, idén. Idén, hát, idén volt aztán, ez a Jó, a pólótok, köszönjük szépen, Peti. Köszönjük, Én... Peti. is egész biztos vagyok benne, hogy jó, a pólód. No, hát ismét elérkezett egy vasárnap, ugye, amit még elmondok így az elején, hogy most már kitűztük a következő klasszikusok újra nézve adás időpontját, október 5-én, tehát szerdához egy hétre este 7 órától németi Szilágyi Norbert barátommal vezetjük, és a szavazás most már eldőlni látszott, hiszen mind a Szániverzum közösség csoportban, illetve mind a Youtube közösségben több mint 50%-kal, tehát ö, gyakorlatilag neres kétharmaddal nyert a Remény Rabjai című Mert ez egy jó film. közül választani? Az IMDb-n az első három, így Norbi van, nem variáltuk túl, ugye a Remény Rabjai, a keresztapai, illetve a Sötét Lovag volt az első három az IMDb-n. ezek közül nincs miről beszélni. Nem volt, nem volt kérdés szerintem se egyébként. Tehát a Remény Rabjairól fogunk Mi beszélgetni. Érdekességeket hozunk, nyilván addig megnézzük a filmet Norbi és én is, és akkor átbeszéljük, megnézzük, érdekességek, lehet róla sok mindent találni egyébként, egy egész érdekes Megszületésű film, ez ugye Stephen Kingnek az egyik novellája alapján készült a film. Tehát mindenképpen érdemes lesz október 5-én este 7 órától élőben velünk tartani, ugyanitt a csatornán, illetve amit már a múltkor Petivel is említettünk, hogy elkészült most már tényleg a videoklipünk, amit ígérgetünk itt fél éve, csak nagyon rajta ültünk. Én szégyellem, de őket, ők szeretik. Ki tudnak még CGI-ozni belőle? Már Mondjuk most már nem, de már most így maradt, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az adás valamelyik pontján, de a vége fele majd a, nem a klippet, hanem a klipből készül promót, amit egyébként kedden fogunk kirakni, azt itt le fogjuk vetíteni, nagyon durvált, tehát érdemes mindenképpen. Miért amit... vetítjük le most? Mert még hadd jöjjenek, tudod, még van, aki most kell fel, meg ilyenek. Szia, szia. szia, Dóra, Szóval a adás vége fele, ezt a clip promót, ezt le fogjuk nektek vetíteni itt adáson belül. Jó annyi, leszne. Illetve jó annyi lesz. van, hogy a még egy technikai változás, hogy most kipróbáljuk azt, hogy az élőadás után letöröljük az élő videót, és a régi hagyományos módszer, amikor még twitch voltunk, a rögzített adást töltjük vissza, mert elvileg gyorsabb a feldolgozás, de mostanában két-három napokat rajta a YouTube, mire levágom az elejét, levágom a végét, így eleve egy nyers videót fogunk feltölteni. Ez a nagyon nagy megtekintési számunkból egy olyan 30 le fog vonni, mert ugye az élőadás alatt akar kivonja belőle, de hát. El van. Kibírjuk, kibírjuk ebbe a nagy YouTube-os bevételbe, nem sokat fog belenyúlni szerintem ez a 30. Minusz megtekintés. Na hát tényleg köszöntünk beleteket, most már így egyre több vagyokat sok szeretettel, és akkor kezdjünk bele szerintem a mai témánkba, ugye mint említettük, 1968. szeptember 25-én született a mai adásunk témája. Mész, mész. 54 éves, egyem a kis husát neki és úgy összeszedegetjük a filmjeit, amiket mi látunk vagy amiket nem láttunk, arról tudunk a legjobban beszélni, amiket nem láttunk amúgy. Kaptunk már egyébként a Szeniverzum közösség csoportban jó kis filmötleteket, hogy mik voltak a kedvenceitek tőle, és most a cseten is jöhetnek a kedvenc Will Smith megmozdulások filmek. Kicsit átmegyünk a pályáján, így időrendi sorrendben az IMDB segítségével. Én keresek gyorsan valamit, amit mondtam a neked a híg, is volt. Na. Ö, hogy Will Smith, azaz Kovács Vilmos, hogyha így pontos akarok lenni, ő Kovács Vilmos, Will Smith. Aha, jó, mondtam én. Na. De nem tudom, hogy születésnapjára bár lehet, de ja, mo motorot, nem vagyok benne a motorot biztos. Motorot Ugyanis, amikor az én a robot című film elkészült, utána nem sokkal az OCC, az Orange Country Choppers készített Will Smithnek egy motort. Egy Nincs bekapcsolva az autófogó? Hát az nem baj. Egy ilyen. Olyan motort. Egy ilyen szép motort. hát ebből gondolom nem sok minden látszott. Ilyen full chrome az egész. Egy ilyen elég egyedi cuccot készítettek egy neki. A Hát, ja. Én, ah, egy olyan, én a robotos motort. Azon úgy kapott, És alagad. lehet, hogy születésnapjára kapta, de nem vagyok benne biztos. És arra sem részem, hogy melyikre. De egyszer nem kapot, a maira. Nem, nem, a maira. A mai Á, Ma, hát ugye most vészbiszt jelenleg nem nagyon mérik sehol. Ugye hmm. neki most majdnem minden adás, ö, adását, forgatását, hát, ilyesmit leállítottam. Most már kezd ez lecsengeni egyébként. Ő... Érdekel, egyébként nagyon kell, és kezdjük akkor itt a legvégén tényleg a pofonnak a következő Hát akkor menjünk fele. Arra? Erre? A -a. Nem. A -a. Erre. 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 <gül> <gül> Tehát ugye ennek a pofonnak a következménye egy az, hogy kizárták az akadémiából, a következő tíz évben nem vehet részt Oszkár, Gálán, stb. 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 Most már szerintem kezd egy kicsit ez leülni, mert ugye elkaszállták a folyamatban lévő forgatásait, a sorozatokat, mindent, amiben egyáltalán közel lett volna. Most elvileg már, ha jól tudom, a Bad Boys az már most forog. Igen, arról én is hallottam vagy Will Smith forog közben, ezt nem tudjuk. Vagy CGI oda rakja. Vagy igen. azóta egyébként nagyon sokat találgatták, hogy megjátszott jelenet volt-e, tényleg valós volt a pofon, azért most már szerintem ez tisztázódott, hogy valószínűleg ez nem volt megjátszva. Most már azért a körülmények is erre mutatnak. Meglátjuk, Ferenc már írt is nekünk három filmcímet, a Boldogság nyomában, így van, a Hét Élet, így van. Hát, illetve a Legenda vagyok, ugye ebből a Legenda így vagyok van. volt ugye a legkommerszebb, a legismertebb, a Boldogság nyomában és a Hét Élet pedig dráma. Hát ott De azok mér. olyan drámák, hogy. Úr. A hét életre emlékszem, a boldogság nyomában is biztos, hogy láttam viszont az, az már és Ez valós esemény. Talán az volt az egyik, ami Roszkára jelölték, meg az ali volt a másik, annó. Ö, valós események alapján készült a boldogság nyomában. A, gyakorlatilag a kis gyerekével a, róják a. Róják. A, a várost, és. Ö, Hát ilyen kirúgják a munkahelyről, munkahelyet keres, elveszítik a lakhatásukat, stb. stb. És akkor, hogy a bennal a WC-be, és akkor milyen dumát lenyom a, a kisgyerekének, hogy ez itt egy varázshely, meg így, meg úgy. Meg is mondom, hogy az kinek Az életét dolgozza fel a Há, zseniális, zseniális film. Keresem. Chris Gardner, aki nincs teremben vált sikeres brókeré, az ő életét dolgozza Igen. fel a boldogság nyomában, és ebben játszott a kislányával? A nem. Boldog, valamelyik filmben a kislányával a játszik, szinten, játszik, a kisfiával a is játszik, de a kislányával is játszik, és azt hiszem pont ebben. A kisfiával a föld után... Abba is játszik, abba. de szerintem már ebbe is, ő. nem biztos, lehet, hogy kislánya van, de nem tudom, hogy a fiú van vagy lány, ezért mondtam gyereket. Szintén sorrendben Péter Cseresznyi, és mit szeretnél sorrendben? Egyem a húsodat, Péter. Nyalom a hangod. Jó, hát így, aha, jaj, jaj, filmeket, gondoltam. A, tehát, a, a, hét élet az egy nagyon érdekes film egyébként, nekem az egy borzasztó unalmas film volt, mikor először megnéztem, viszont a vége az annyira odabasz, hogy úgy megkoronázza a film. Nagyon, tehát, nagyon, tehát maga nagyon. a film úgy megy, megy, úgy nézett, most mi, mi, van, mi, van, mi van, aztán meg mi van. Tehát jó a film, egyébként a hét élet is nagyon tetszik. Egyébként a hét élettel kapcsolatban van egy nagyon rövid story még annó nem tudom, emlékeztek rá, most így főleg Debreceniek, de egyébként országszerte volt ez az Est magazin. Gebrecht, ilyest, ilyen McDonald's, itt ott, ott, lehet, ilyen ingyenes ilyen programfüzet, és ott konkrétan mozi ajánlóban mindig voltak ilyen két mondatos leírások a filmekről, és hát most nem mondom el, hogy mi volt a írva, mert nyilván le is spoiler ez a film, mert konkrétan leírta a legvégét a filmnek. Egy film, amelyben itt van Will Smith, és a végén pedig tötötöt. És ez a filmnek a koronája. Igen. Tehát, tehát úristen, jó van már Péter, lát, mit, mit írtál? Péter, te nem írtál semmit egy sorra a Egy sorra a fentem barom. Ja, hogy Ferencnek a listáját kopiz, tehát úgy, hogy Ferenccel egyetértve ezt a három filmet, így érted, kedves Péter? Vagy kedves Péter, kedv, legyen már szíves. Kedves Péter, jól nem, hogy elolvasnál egy könyvet. Hogy... Fogalmazni, vagy írni, <hogy>, hogy mi az a betű, érted? Betű. 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 Közben, ö, Misi is, Legenda vagyok, Függetlenség napja, Én a robot, menem Black, rengeteg jó filmje van, ez tény és haló. A Legenda vagyok, az mindenkinek a listáján ott van, olyan érdekes egyébként, amit kaptunk a Facebookon is. Azért? Hogy de ezt meg is mondom, hogy miért. Pepe, a legenda vagyok. Pepe. Miért van rajta mindenkinek a listájára legenda vagyok? És ezt, ezt most miért kell így bemondani, De. hogy vagy Mi nem értem. Csak így, um... A legenda vagyok, ugye, azért egy érdekes túlélő film, hogy így fogalmazunk. Uh -huh. Mert ugye van egy csomó survival film, hogy kinn lakatlan szigeten, hogy élet túl, itt hogy élet túl, uh -huh. ott hogy élet túl. És, a, a, és a leges legközelebbi. Um, és le, tehát hogy a leges legközelebb áll ahhoz, hogyha most jelen pillanatban tényleg történne egy bármilyen nemű apokalipszis, uh -huh. hogy ez hogy zajlódna le. Milyen? Most oké, okay, hogy nem feltétlenül kell zombira gondolni, vagy most mutáló, áll, a most akár fertőzött akármikre, hanem mutál... csak bármi történik, mert nem azon már, hogy íz, fogod a, a kis fapárcát, és akkor így, így csinálod a majd így a naplementébe megfújod, hogy lábra lobbanja, hanem előszed az öngyújtót, és meggyújtod. És ugye nem kell már az élelemmel nagyon vacakolni sem, mert most jelen pillanatban ott járunk, hogyha minden leállna, akkor körülbelül három évig elegendő élelmiszer lenne a Földön. Uh -huh. Csak így a raktároba, a polcokba. És ugye ez az a film, ami nagyon megmutatja azt, hogy ténylegesen mi történne, hogy tudod, jársz házról házra, megcsinálod a napi rutinodat. Hát és akkor begyűjtöd magadnak a dolgokat, meg az ilyenek. Hát ez a portyázás, ugye ez nagyon sok posztapokaliptikus filmnek téma, Walking dead is azért nagyon sok. Hát van, erről, van persze, persze. Nyilván persze. ugye fosztják a boltokat, egyre messzebb kell menni, ugye ezek mindig erről szólnak, hogy veszélyes a környezet, de még közel megyünk, aztán egyre messzebb, mert kírülnek a boltok, kírülnek a raktárak, és általában a legtöbb posztapokalipt filmben ezek. Ja, peti, hol írtál a Peti, kedvenc három peti, peti, hazudsz tehát Peti, nézd meg a csetet, én kiraktam direkt a képre, olvasd el, te hol írtál ott filmet, de egyem a kis húsodat. Leírtam szintén sorra, bele sorra, a fentebb barom, leírtam a három kedvenc filmem milyen elektrik? Peti, Igen, amúgy. Ja igen, az a ventilátoros, bizbasz, ami az, az ég, amit a próbateremből adtál ide. Igen. Oszt. Mert lehet, ez kell nekik a fődőszobában. Oszt, oszt, igen. Igen. bizonyos okokból kifolyólag. Ö, Dóra a írja, hogy a Gemini ment senki nem, nem, szereti. Nem, és nem, nem is véletlenül. Én nem is néztem meg, annyira, mert annyira utáltam mindenki, én meg akartam nézni, aztán mi Annyit megér, a... annyit megér, hogy megnézze az a mert... fiatalon is benne van, ugye? Ez a Gemini Man, amikor lesz cgi ztek fiatalra is, mert ilyen időutazó saját magával találkozós. Um, igen, ilyen. Azt hiszem, már is emlékszem. Annyira unalmas, hogy valami volt. Ferenc, Peti, mit itt állhatnál? Igen. Kérünk mi is. Én azért szeretem Vilt, mert ő segítette Cezar Milent, írja a Petra. Szia Petra, köszöntünk téged is. Tényleg? Szia Ezt Petra. Tudtam, de hogy, hogy, mi kiásta valahonnan, vagy mi, hogy, hogy fedezte fel? Will Smith, Cezar Milliant, ugye bizt, hogy, hogy, a vita kutyáit. Will Smith a és akkor ebből a Kutyát, vagy... meg rácuppant, vagy mi történt? Mesélj már el, Petra, légy szíves. Meg Tudjál? őrülök, ha nem tudom, meg... Na, Peti, írd már azt a filmet már, mert csak hazudsz, mert nem is írtál semmit. Na, figyelj Szóval akkor térjünk vissza, akkor, ha visszafele haladunk. Ugye legutóbb az, az Oscar pofon volt, ami lényeges. Will hogy azóta nem jött ki Will Hát film. ő kapott is Oscar díjat, ugye végre. Igen, de ő más, ő a Richard, igen, a, ért, a igen, tehát ugye... Richie King. Így van. Így a, tehát Kovács Vilmos a Richie King című filmen kapott egy Oscar díjat és nem sokkal ezután... Arról te beszéljél, mert ezt te nézted. Nem, bocs, elő, előtte kapta a fülest Kriszrak? Nem, hát a Richard király volt, tehát most ugye legutóbb... De nem a Messengeren ügyet ide, a chatbe küldjett Peti. Peti rám hogy Messengeren küldte. Nem érdekel a Messenger ilyen koradás közben, Peti. Most van valami sorozat, amiben szerepelni fog, de ezt nagyon lehúzták, ez a diszjoka, Joka, fogalm sincs Mi Vagy Joka, Joka, nem tudom. Juka. Ah, az a Juka. Dis uh, Juka. Szóval a Richard király, amit én nem néztem meg. Én Miért nem? Neked kötelező. Filmek, Miért? podcastet vezetsz, és nem nézed meg az oszkár ilyesmi filmeket. Figyelj, én megmondom Fú, őszintén, haz haz, haz is de amúgy dúlva, mikor oszkár előtt jött ez, hogy na, ez egy Will smith király, ó, oh, mondom, egy jó középkori kardozós, izé, teli verős, nagyon kemény jó kis film, széna bogjában izé, csapkodós, azt nézem, hogy a Williams tesóknak az élet rajzi filmje, ugye a tenisz csillagoknak, és ugye ő játsz az édesapjukat. Hát ez nem kardozós középkori mindenkit megcsinálós. Hát nem. 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 egy trónokharca. harca. Hát ez biztos. Na mindegy, és így engem az annyira nem nagyon érdekelt. Viszont Peti, állj... nem írod köszönjük. a -be. Peti, köszönjük szépen, hogy itt voltál. <laughs> bannolni lehet. Hogy, hova? hogy, kell bannolni? Segítsen valaki, még eddig nem volt rá szükség, de sajnos elkanászosodott a kedves <laughs> Péter. Nem. tehát elvileg amúgy azt mondják, hogy nagyon nagyot alakít benne, tehát tényleg megérdemelt volt az Oscar, de nyilván ebben benne van a múltja, tehát ő is ez a DiCaprio szindróma egyébként, hogy jelölgették is már. Azért milyen? küldött képet, ott tényleg be van írva. Azt meg miért nem? De érdekes, mi a monitoron nem látjuk, mert ide komolyan. És hogyha ide a csetbe kirakom, ott se látszott. Mondjuk ott meg már mindegy. Na mindegy, tényleg mit írt, akkor most ha olvast fel, mert neked a telefon kiírja. Peti, azt nem, nekem se írja ki, hanem hogy ez egy fénykép, amit Peti küldött, és ki skrippelt. Ne, akkor rosszul küldött Peti az. Kaliforniába jöttem Menin black és a függetlenség napját írta. Ez már közelebb áll az én szívemhez ez a lista. Egyébként, hogyha már most, most kezdjük el egy kicsit innen, tehát ugye Will Smith a színészettel, ugye a... Mm, 90-be kezdett, ő is hát már előtte is 88-ban már voltak ilyen csíra szerepei. Hát és 90-ben kapta meg ennek a Kaliforniában Kaliforniába jöttem című sorozatnak a uh... főszerepét. Ugye akkor ő volt a Fresh Prince. Volt valami ABC After School speciális. Ah, most ezeket a jo, okay. színjátszó színjátszókörbe játszották. Hát akkor nem tudom, mert, mire gondolsz. Hát a Beller hercege, ami a Kaliforniába jöttem. Az, ami az HBO ment a sorozat, még a régi klasszik hbo -n. Hát az, ő az futott be. Igen, ez 90 96-ig. Mert ugye őt egyébként azért, mert ő ilyen kis pedáns gyerek volt mindig, meg ilyen szimpatikus, őt a középiskolába elnevezték Prince-nek, tehát Herceg, uh -huh. izé, és akkor ő lett a Fresh Prince, lett is egy zenekara, majd megmondom neked, ezt nem jegyeztem meg, a csávóval, valakit úgy hívnak, hogy már is mondom, és azonnal és már is, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, ugye ők voltak ez a rap formáció, és az ő zenéjükkel is indul egyébként, ez a Kaliforniába jöttem, ez a klasszikus rep, amit fú, de kusztustalan módon magyarosítottak, mindegy, mert ugye a magyar a, akkor, a magyarul a Igen, akkor nagyon ment. És ez. akkor, amikor még az HBO nagyon emlékeztek, az HBO amikor úgy nagyjából megindult Magyarországon, a klasszik televíziós HBO akkor ment, ugye ez a Kaliforniába jöttem is sorozat, az Alf, uh -huh. egyről a kettőre, Bírlak, ugye akkor ment ebbe a szériába, ugye ez is. Gyakorlatilag ez egy Vieszmisz központú film volt, ugye megérkezik is. Siheder utca gyerekként egy ilyen kis elit családba, és akkor nyilván ezekből adódnak a különböző helyzetkomikumok. Nagyon jó kis sorozat volt. Ő gyakorlatilag ö, emellett is forgatott, de neki ez volt egy jó 5-6 évig a fő. fő 6. 96 96-ig. És 96-ba jött az első nagyobb szerepe, ugye a, a Bad Boys. Boys. így van, amit ugye Michael Bay. 95-be. 95-be? Uh -huh. ja, igen, 95 ben jött a Bad Boys, és 96-ig játszott a... A, a, Kaliforniába, a Kaliforniába jöttem, be, jöttem meg 96-ba jött be a Függetlenség napja is. Ott, ott neki az úgy beindult, ott ilyen évente, meg sőt, van, hogy egy évben is két elég komoly A-kategóriás filmben játszott. Ugye a Bad Boys az egy akció vígjáték, Martin lawrence a... Phil hát szeletben. azt mindenki szereti megismeri. Mi van, Cula? <gül> <gül> hát az hatalmas ez a film, én nagyon szeretem, és elvileg most ennek készül a negyedik része már. Uh -huh. A igen, 2023-ban. Úgy kiszámoltam, ez És akkor utána, hogy jött a függetlenségi napja, itt érdemes megállni egy kicsit. Tehát a függetlenségi napja szerintem egyébként egy nagyon-nagyon korszakalkotó volt abban a. Annak a maga idejében, eh, Ebben a ö, invázió filmek között. Szerintem az egyik olyan film, és szerintem ezt beszéltük is a ö, hozzászólások között a csatornán, vagy a csoportban, hogy tényleg egy olyan film, amit bármikor, de tényleg bármikor hagyja a tévé, azt nem kapcsolom el. Mert ez egy jó film. Az mai napig, de egyébként Jim tehát... mindenki nagyon jót alakít benne, szerintem. Uh, Will Smith egy olyan tipikus karakter, uh, aki ugye mindent át tud játszani. Dráma, vigyáték, Kis zenés, lány. táncol, ugrabugrál, amit akarsz. Uh, Pepe nem látta a sorit. Pepe nem látta a sorit, így van. A Kaliforniába jöttem el. Én, olvasom Én ott látom, látom de nem emlékszem már, de látom, de tudom, hogy ott mindig ott majomkor, ott, ott volt az unokaöccse, meg a nagybátyja, Ilyen, de ezek ilyen kis segítségek voltak, ilyen kis. Ki vagyok, mi vagyok, Urimuri, ez meg oda ment ilyen. Gettóba. Gettó gyerekként. Ú, így. Jó volt. Ezt jól elmagyaráztad. Nagyon jó volt. <laughs> ne vegyetek tudomásra, tudomást, megmondja. De a többiek se látták, mert őt te írtál, csak szólok, hogy ez csak te láttad. Szerintem, szerintem, oda szerkesztette azt a képet. Lehet. Azt, hogy hazudik. Most meg nyalizol, mi? Kinek? Peti. Kinek? Mit? Hogy? Oliver írja közben, hogy az Apple TV lesz egy Will Smith film idén. Igen, már forgat filmet is, nem csak, illetve hát ugye a Bad kívül is már most el. azért mondtam, hogy csendesedett már ez a hmm. cancel, most már, most már úgy azért szerintem vissza fog ő szép lassan térni. Ami érdekes egyébként, 99-ben <coughs> ugye jött a Matrix, amit én olvastam róla, hogy ugye azt neki ajánlották fel a matrix et meg, ez 97. Tehát, tudom, most nem, most nem az év szerint, itt yeah. hát úgyis sokkal korábban írtam már tájtól, már nem is azok a kedvenceit, tudom, már megváltozott azóta. Jó, most olyan most moslik a kedvenceit, Will mert 10 perc az volt, most már írd le az újakat, hogy annó a Matrix főszerepét is felajánlották neki, és tudod miért nem vállalta el? A vadi új vagy nyugat miatt. Tényleg. A Wide Wide vesznek is felajánlották a főszerepét, és neki annak jobban tetszett a forgatókönyv, ezért azt vállalt el, amiért aztán meg is kapta az aranymánát de mondjuk a film is, tehát az... Mi, ez nagyon jó film, én a, nem amúgy pont ezt, mond, pont, ezt akartam mondani, hogy a Wild Wild West az egy, az a... Mi van? Tehát ez mi, nagyon de, jó film. kurva jó. Nagyon jó, Na, én ez ezt szeretem. Ez robot, abban volt a nagy robot, pók, nem, fú, az meg. De tényleg egy undorító, hogy egy talán valami, -ja. de kurva jó szerintem. Viszont örülünk neki, hogy nem vállalt el a Matrixot, mert Ken Reeves meg elvállalta, és azért az... Ő, figyelj, egyébként ezt ő maga is nyilatkozta, Péter, majd megbeszéljük. Én bannom. <laughs> tehát ő maga is nyilatkozta. Egyébként biztos, hogy ezért nem láttuk a izét, mert biztos azt is levonolta, mert ezt is levonolta most a YouTube. Mert igen, nem is engedem ki, mert most már Péter szed össze magad. Tehát ő, ő, is nyilatkozta utólag, hogy sajnálja, hogy nem vállalta el, viszont amiatt meg nem sajnálja, hogy Kian annyira zseniális volt ebben a szerepben, hogy, hogy tehát bán... nyilván nem tudta volna, hogy miért, de így utólag bánta volna, hogy azt nem Kian alakítja ezt a Matrix főszerepet, és akkor igen, térjünk vissza akkor arra, amit te mondtál, a Men in Black. Mm -hmm, az, imádom azt a filmet. Imá, és az, az, a volt igazi, az, volt egy igazi, korszakalkotó. Most a Én még a, az, a negyediket is. Az, az, nem ő, tehát az, az, az külön, az, 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 más. Tehát az a klasszik Will trilógiát mondom. A Én... négyben? Az az, az előző has, Nem, az már máshol játszódik, az európai. Ja, tényleg, tényleg. Az, az hmm. a az Marvel a Marvelből a tor meg a hogy hívják a alkoholista csajt? Jenő. A, a Jenő, és akkor így ketten vannak benne. Nekem az nem. Nagyon Én Az, de az is cuki. Hát egyébként elmondom, hogy a, Menimblek Men in Black szerintem mai napig az egyik. A függetlenség napja, a Men in Black, talán ez a kettő nálam, ami, nekem az easy vérig Will téma. Igen, nem mondom, a Men in et én is nagyon szeretem, a függetlenség napját is. A Bad Boys az klasszikus, de nekem például annyira nem jött át, mint mindenkinek. Én is tudok belőle idézni, én is láttam. Ben, Szeretem, olyan, ben... <laughs> de nekem nem annyira, nekem a cula van meg. 30-20 uh -huh. Cula. De az öt már kettőben van, na mindegy. Jó, hát így um, én is keverem egyébként, nekem. hát figyel, az egy ilyen tipikus akcióvig játék, tehát az nyilván kicsit másabb felütésű, mint egy skifi, vagy mint egy uh, ilyen. Hát, Skiffi volt a menüblet kis végül is. Valahol, de egyébként. Nagyon jó volt a szereplő az összes filmben, tehát a függetlenség napjában is azért Jeff Goldblum is akkor volt úgy a pályacsúcson, szerintem, mm. tehát nagyon jól elkapták, meg jól meg voltak írva a karakterek. Tehát az egy dolog, hogy vész Smith játéka is elvitte azt a filmet, de rohat jól meg voltak írva egyébként a, a gonosz karakterek. Nagyon jó, de nagyon jó, szerintem nagyon egyedi, egy, egy, filmről beszélünk. Meg látványban is azért az úgy oda csapott. Szerintem, a mai, napig 19 nézhető. Nyányba. Szerintem mai napig nézhető, úgyhogy mondom, 90 alanyes film, és azért van benne CGI, meg grafika, meg minden. Meg ufo Meufóka. Hát a izé, a második részt azt láttad? Men in Nem, a függetlenségi napjából. Nem. Ne is nézd Jaj. Meg. Hát figyelj, egyszerre ugye, érdemes megnézni, hát abba nagyon csúnyán emlékeztek meg Will mivel Ugye azt nem vállalta el, nagyon sok pénzt kért volna a második részére, hogy hallottam, ezért nem megmondták neki, hogy köszönjük szépen, akkor nem kérjük. És konkrétan az ő fia van benne, akik csak megemlékeznek arról, hogy apu egy teszt repülővezetés során lezuhant. Ennyi van vízmisről, hogy hát megalázták na. a nagy hőst, hogy egy hát teszt, a legnagyobb jelenet, mikor elkapja a földön kívüli? az húzza a ja, igen, a igen, 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 és meggyújtja a szivart. Fú, az meg, az nekem hatalmas. Pepének tetszene? Ö, mire gondolsz, Petra? Szerintem mi mindig a soriról beszélünk a Kaliforniában. jó, nyilván most már lehet, hogy nem olyan az olyan, de egyébként szerintem, hogy tök szórakoztató volt az úgy. Hát nem volt más. Tehát... vagy, Ö, nézted, vagy utána, amúgy a Men in Black után, ugye 97-ben járunk, uh -huh. ugye akkor jött a Men in Black, ott még volt egy pár ilyen zenés, videó, szinkron, ilyenek, semmi extra. Ja, a szinkront is tolja. 98-ban volt a közellenség, a Miami. Az a, nem köz, volt az a közellenség nagyon jó film, én nem, nem láttam. És utána jött 99-ben, amiről már beszéltem. A zseni. A, a csoda. Ott hagyta a Mátrixot. A Wild Wild West. a Wild west. The Wild West. a Wild Wild West. Ez zseni. Én imádom azt a filmet. Mindig szakadok rajta. Én nem tudom miért, hogy arról, rohadt büdös, amikor belerúgtél, az ekkora volt, igen, Misi. Emlékszem arra részt, hogy Django elszabadul, van főszerepére a Tarantino, őt akarta, én úgy tudom, de nem vállalta el sajnos. Erről nem hallottam Dóra, megmondom őszintén, én nem is láttam a Django elszabadult, én Tarantinoval nem vagyok. Ne nézzél így, légy szíves. tarantino nekem csak a Fíj, Mi nem tart, csinálsz kérdés. valami, mit tudom én, Blick magazin podcastet, vagy bármi. Én. Mert egy csak a jó filmeket nem szereted. Így van, hát most a jó <laughs> filmeket a hülye is szereti, nem? Rossz filmeket szeretni, az a valami. Na, Öm, úgyhogy volt egy pár, nekem számomra úgy mondom, volt egy üres járat, mert volt itt egy ilyen Ali című film Hát az mondjuk annyira volt üres járat, hogy Oscar díjra jelölték érte. Én nem láttam. Hát az Mohamed Ali-nak az élet, a boxolós. Hát azért nem a láttam. A boxolós, boxos. Tehát, hogy pontosan azért nem láttam. Mert mondjuk nem? azt nem mondtam, hogy én láttam, de azt tudom, én hogy Viszont 2002-ben ugye jött a Men Black 2, ami szintén zseni volt. abban volt Michael Jackson? Annyira könnyű a készítőknek, hogy benne akar lenni, hogy berakták az egyik monitorra, hogy igen. J-ügynök, J-ügynök, J-ügynök. M-ügynök, bocsánat. M-ügynök. Nem, ez mindig azt mondta ugye, hogy Michael, Michael, és akkor ugye súgott a Menin és akkor hé, hey, legyek én nem ügynök, na, hadd legyek én nem ügynök. de az élőben Michael Jackson volt, vagy csak be Nem tudom. Mert ő tényleg benne akartak én úgy tudom, azért be. És ufóként rakták bele, úgyhogy több Hát mondjuk azt nem nagyon kellett foglalkozni, mindegy, nem mondunk, hogy halottak vagy semmit. Ö, hát figyelj, Men in 2 egyébként egy tök érdekes volt. Az volt az, mikor ugye a Ez k ügynököt nyugdíjazták, a... és akkor vissza kellett... És vissza kellett hozni. hozni igen, mert ugye az első rész végén nyugdíjazták k ügynököt, és a második részbe kell visszahozni De... k ügynököt. Az első rész volt a csótányos. Hmm. Igen. igen, a második rész volt az Szelén. a szelénás, ami benne a volt a jackass igen, Igen, így a... van. Hú, az nagyon beteg volt. Így van, um, és ugye... A fény, abból a fény. Így van. Aha. A csaj. Uh, halaberi? Nem Halaberi. Nem, nem, nem halaberi. Mindegy, tudjátok. A másik. az a csaj, amelyik nem a Halaberi, az, az ott benne. Um, szóval a, a Menim 2 méltó a, a, kettesre. Tehát mert ugye általában nagyon sok folytatást elcsesznek, de, de a Menim Black jól, nagyon, jól. Jól. nagyon, jók voltak végig, szerintem. De ott Mond... is azért a színész vitte. Tehát... Persze, hát két az miatt volt benne. Zárt a fénye, úgy van. Petikén végre egy értelmes megszólalás. Miért van te? De... de hogy tényleg az volt? Ilyen, ilyen kezdek kis... félni. Nem, ilyen kis kapszul... az volt, ilyen kapszulába jött a csaj, és akkor... Nem, kapszulába ment el a legvégén, a legvégén, hanem... az a csattanója, hogy ő a fény. Na, tehát, hogyha meg a trés, akkor ő a fény. A csaj. Tehát ez, -e ez, ez, a vége. Aki nem hálebeli. Igen, igen, az arta fény, az én is valami ilyesmi nem emlékszem. Ö, és jött, vagy menjünk még a hármra, vagy nézzünk időrendben, hogy hogy Nem, járjunk. még utána, most ezután a Bad Boys 2 jön. És valóban. Bad Boys 2 jött 2003-ban. Így van. A Django szerintem nem jó éj a Petra. Én azt I don't know jelleg. A DiCap dicaprio van. Az a westernes, az nem? Uh -huh. Rapszolgatartás meg. Pedig, pedig az jó. összes DiCap dicaprio az meg az összes Tarantino filmet összeszedtem már a Aljas 8-as mindent, hogy most már egyszer tényleg megnézem, de még nem tudom. Hát el. én is vagyok amúgy Tarantino fan, amúgy hozzáteszem, de nagyon sok filmjét elismerek. Nekem a Bestelem Brigantik tetszett Tarantino-tól, illetve a Halál biztos. Én nekem halálbiztos a vége kivárt a biztosítékot, de... Biztos? Halálbiztosíték? Uh -huh. Aha, az kibassza. Figyelj, hogy az egy tök üres járatos film, duma, 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 egy kis akció, szakad minden végtől. Nagyjából így költ a így ennyi volt, igen. Na, szóval a Bad Boys 2, már megint van. a rossz fiúk, ugye, szintén Martin lawrence ami nekem azért is kedves egy kicsit, ugye nekem Károly Monál Péter nagyon kedvenc szinkronhangom, és úgy tudom, Martin lawrence ő a nagyon az kedvenc, azt az 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 nem tudod, az hogy ő szinkronizálja. ő, úgy van, hogy ő a szinkron hangja, és akkor a, tehát eleve a fülemben van, ugye Káli volt mindig Vészmisz hangja, és mm -hmm. olyan páros egyébként szerintem. Tehát Martin Laurensnek is szeretem egyébként a filmjeit, most független a Vészmisz filmektől is, meg ugye Vészmisznek is, de kettejük valahogy olyan zseni kémiával mennek együtt. Jó, nagyon jól működtek együtt, tény. Azért mondom, hogy én nem vagyok Bad Boys fan, de, de jó filmek, tehát elismerem őket és tényleg szakadsz rajtuk a röhögéstől. És a kettőben van benne a, a, culás. a jelenet. A, a harmadikban, azt láttad? Az új éve. láttam, láttam. Ahova katonaként már ott jön, hogy csula. <laughs> Igen, akkor utána jött ugye az Én a Robot, erről te tudnál jobban beszélni, mert Ezt vagy már ö, minden, minden, minden évben megnézem. Ugye a könyvet nem olvastam amúgy, a, bár tervben van véve. Ugye ebben volt a robotika három alaptörvény, amit feldolgozott a Így van, így van, így van, így van. A, hát ez konkrétan egy regény alapján, vagy azt regény alapján készült az én a robot. Mondjuk ő nem vészmiszre írta, de úgy átdolgozták. Hát nem tudom, de... lehet. <laughs> <laughs> tudod. Mit Beethovennak fürelizzel? Beethoven a kaputelefonra kapu telefonra írta. Így van. <laughs> Tök jó. <laughs> Mennyi jogdíjat beszedhet <laughs> Szóval, csenget neki. Hányszor csengettek fel, hogy egy-egy nagyobb díja kisüketnek. Na. Szóval az én robot az, az nekem egy nagyon különleges mm -hmm. tudomány, én szeretem a robotokat. Tehát hogy robot gép. a, a robotgépeket, és nagyon jó kis egyedi történet, um, Igen. Ami, ami ritka. Tehát hogy én, én már azt mondtam sokszor ugye a mai filmekben, én nem, tudom, én nem is tudom, mikor néztem utoljára úgymond valami nem régi filmet, vagy nem újra néztem valamit, hanem tényleg is egy új filmet. Hát nem annyira, égít, ami új. annyira klisére alapul az egész már, hogy, hogy nem érdekelnek a, a filmek, viszont az ilyen Én a robot, a Függetlenség napja, a Men in Black-eket, Majdnem minden évben előveszem egyszer, és akkor háttér zajnak, és akkor tudok közben... De a tényleg tökéletes. közben... röhögsz oda, nézel, azt... Meg tudod, hogy nézem az én robotot, közben vágod a kaját, vagy csinálod a kaját, és akkor már füstöl, mert leköt, leköt. Igen, amúgy. Ezek mind nagyon jók. Nekem a Men in Black 1, még csak visszatérve egy mondat erejéig, azok az aranyköpések, amik ez a nyúzott vagy Edgar, stb. ezek annyira benn vannak. Szia Norbi, nekem az első helyen Drew Barrymore van, bocsi Firefoxot használok. Helyes. Norbi, igen, értem én, hogy az a múltkori adáshoz maradt. Drew Bellymore, a legkedvenc színésznő. Ah. É, fire, jó, ez poén, hát én értem, mindegy. Szia, Norbi, köszöntünk. Bemondtam már egyébként, Norbi, a fogjuk október 5-én, akkor este 7 órától a reményrabjait szétszedni, kielemezni, szétnyúzni, tehát tartsatok velünk. Akkor is lesz esemény róla egyébként a Facebookon, ezt már jövő héten csinálom is, hiszen ez nyert. kétharmaddal. Norbi, el... akkor ajánlom, hogy keres rá, hogy ki az a kis... Uh, kis... Kis Lajos. Hát, hogy is fogalmazzak. Nem, Nem hát ez a, a remény rabjai. Oh, hagyjuk most a misztikát, meg a... Tehát a ezt már egyszer elmondtam. Hát a semmi misztika nincs. Hello. Hát végül is nincs. Hát ez egy börtönfilm. mivel kevered? Jó van, na. Már... keverted? A halásodnak. Igen. Tudtam, az meg, bocsánat. Ősz Igen. szokott főleg. Milyen misztikáról beszélt az meg? Jó lát, van, jó van. Lát. Én most pont annak néztem utána, hogy a, a volt az, hogy ugye uh, kiben krákerestem. és ez uh, az a, a, néges színész, aki teszi a csodákat. Igen, most uh, meghalt, szegényke. Igen, tavaly. Kis én cseppem. Hát ő az Armageddonban volt hatalmas. Nem, ő a... a, nem, nem, most már nagyon, 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 elmettünk. van az amerikai focis film, amelyikben a Csond... csondarálókban, a... na ő abba játszott nagyon nagyon. Nem, az azért volt. Abba játszott. A Shrek. Lett, az old. Szép öblet. nem, az a k volt a Shrek, a, aki szépen lett, a, hogy hívják már, a K1 bajnok volt. Mm. Mindegy. Van, az is nagy darab fek, a, a k 1 es bajnok volt. Mindegy. Bob, bo, 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 milyen? Nem Boba Fett, hogy az. <laughs> mi, milyen fett? Gyerek, segítsetek már, ki volt a csontorőben a fek? A A csondarálóba. K1 bajnok volt. Ami, ő játszott a derdevében amúgy a főgonoszt. Ó, milyen? A Derdevil című Der... filmben. Mm. Mm. De van valami Bob néha. Fett. Mi van, be, de, de, mi van bele, hogy recseg, rocsog? Vagy... Hm. Nem tudom. Köszönöm szépen, hogy szóltál. Öö, majd nem, nem de... egy kis orosz módszerrel helyre is, rakjuk. Köszönjük. Köszönjük. Nem Bob splash. Bob, nem, 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 nem. Bob Fett. fett. Bob, Bob, Fett. Valami ilyesmi róland. igen, a bo Bob az biztos. Na ő játszott. Mi, nem igen, mindegy. Egy. Itt, ha víz a, davat, de mindig, az effektet kapcsolod neki. Igen, nincs is effekt. Az enyém jó, csak a Pepé ilyen. Egy-kettő, meg kell nézni a kis adóvevőkészüléket. Fatboy Slim, az főleg. Michael Clark Duncan volt ugye a színész, igen, a, akit kerestünk, de nem ő volt a csondarálóba. Na mindegy, a lényeg, ami lényeg. Meg, az a cita. Szeresd a testem, baby. Victor Marta. Most hát, ha jobb lesz. Csak, Csak pepe. pepe. Most jobb Pepe? Hm. Érdekes. Nekem Cseri jó lehet, cserélni, kéne, és akkor megnézzük, hogy nálad is hát, ilyen problémák. Nem, aztán, most vettem nem de? régen, fél év. Hát azért, is, rá, is rá, nem neki. Fel. Három év van rám, úgy. Drága volt. Na, Szóval, a visszatérve Stephen King, Köszi. ugye is. a halásoron. na, az, és mint ahogy mondtam, Stephen Kingnek a nagyja történeteit valóság ihlette. És ez a, ez a uh, csávó, ezt ténylegesen halára ítélték, és már nem tudom hány év múlva, 10, 20, 30, 50 év múlva derül ki, hogy nem is volt bűnös, tehát tényleg nem mm. a, a, két gyerek gyilkosságot. Bob Sepp, így van. Bob Sepp. Igen, tehát ö, erről tudok. Olyan, mintha póló alatt lenne a mikrofon, és néha azt hallatszana. Hát póló alatt van, de hogyha megfordítjuk, mert meg tudom úgy is, hogy megfordítjuk, de akkor is póló most alatt. Most egy lesz. kicsit recsegni fogtok, várjatok. Fordíts, adját, segítsek. Csak egy ilyen kis kocka tüdőd lesz. Nem baj. Terik Cruz, igen, ő is nagyon jó na, egyébként. komoly, most így megnyek ide. Na, néz, így jobb, jobb egyébként, hogy így. így kivett a majd kiderül. pofája alá neki. Oda. Reméljük. Na, Köszönjük szépen az infót, és tényleg, hogyha ilyen van, akkor szóljatok, már köszönjük. Na, akkor nézzünk itt a Vészmiszre, akinél ott jártunk, hogy én a robot. Norbert, elterelte. Elterelte. <laughs> elterelt -e. <laughs> Tehát remény rabja, a október 5-7 órától. Na, cápa mesébe ugye ő szinkronizált, és utána jött a Randi ami szintén egy nagy sikerű film volt. Mm. Aranyos volt. Az egy tipikus ette végjáték. Mm. És utána jött a boldogság nyomában. Így van, a a már meg is beszéltünk. A pólót fordítsátok meg. Élőben? mi? Nem, nem akartam. Majdnem azért. Tényleg, tényleg, tényleg. Nyomunk ki ezt a No. Akkor menjünk, fans. Holy ször. A boldogság nyomában, amiről már beszéltünk, ugye 2006, ugye szintén Chris Gardnernek az a hát életrajzi filmje, Én van, az filmje. Így van, nagyon komoly dráma. Most nézd meg, hogy ki játszott a Ö... kis tényleg, aki az a lánya. Igen. A lánya? Nem, az Jaden, akkor az a fia, bocsánat. Mennyi bejátszik akkor jól a mondtam, lányával? hogy a fia játszik Igen, benne. A bejátszik a fiával, meg a föld utánban. Nézd már, hogy néz ki most. Hmm. Ugye ez Borzasztó gyerek, amúgy majd beszélünk róla. Na mindegy, a, a lényeg az, hogy, hogy Ugye itt még eléggé kisrácot játszik, de az gondolom a fiával. Uh -huh. És zseniális ez a film, tehát hogy fú. Hát azt én megkönnyeztem. Tehát, hogy ez az Biztos, annyira hogy zseniális. láttam, csak nekem ez már egyszer egyszerűen szerint félig nézős volt ilyen félszemes, de lehet, hogy meg fogom egyébként nézni, mert azért ez legenda az a film. Úgy, ahogy 2007-ben Will filmje is a legenda vagyok. Ugye azt meg az előbb kiveséztük az elején, hogy nekem az miért, miért ez nagyon. Bakló és ugye szerintem sok mindenki másnak is, hogy azért, mert tényleg nem egy szigeten van, hogy tüzet csiholy, meg vizet gyűjtsél, meg ilyenek, hanem hogy egy kreatív, a... monodráma. Így, hát így van, tehát azért mondom, az áll a legközelebb most ahhoz a, Hogyha valami történne a világban, akkor, akkor ténylegesen az áll a legközelebb hozzá. És most nem, nem az ellenségre gondolok, hanem a túlélésre. Hát igen, annak egyébként, ha nem tudom, tudjátok hogy volt egy alternatív befejezése, mert ha én úgy emlékszem, hogy a motiváltozatban hal meg, hogy feláldozza magát, viszont a, a alternatív változatban nem hal meg. Már most nincs előttem annyira, és talán most jön a folytatásom, ugye? Erről mit tudunk, hogy akkor ez most készülőbe van, vagy nincs, de én úgy tudom, hogy lesz legenda vagyok kettő. Bele eléd magad. Mondom, mire... az élet lenne, csak mibe? Mire éljük bele magunkat, Misi? Oda teszem a képet közben. Szóval nagyon jó film volt, nekem nagyon tetszett, csak már most nem tudom, melyik befejezés volt a hivatalos, de abból volt volt. A hivatalos az volt, amikor meghal. Meghal, igen, az alternatív volt, amikor nem hal meg. Én ezt nem is láttam. Fenn van YouTube-on, aztán és úgy tudom, hogy ezt folytatják, és meglátjuk. Egyébként posztapokaliptikus filmek között szerintem top 5 a legenda vagyok, meg a nézzük. Meg tényleg ott azért azt nézzük meg, hogy most Will a színészi Témá. Így van, beleéred magad az egész film sztoriába. Pontosan mm -hmm. azért, mert az egy, tehát tényleg azért a jó része monodráma. Tehát ott egyedül viszi Ugy a nem. kutyával egy darabig ugye... Jaj, is is a Fú, sír, si, nagyon bőgtem. Tehát én kutyát megölik, bőgök. Engem nem érdekel, ha kibeleznek valakit, tehát tényleg. Tehát a fűrészben így, így eszem közben a, a mákos gubát, de a kutyát... Meg bőlek. a Kutyát ölnek, azt nem szeretem. Viszont nagyon el kellett, hogy vigye a hátán a filmet. Tehát ő nagyon-nagyon jó -nagyon jó színész egyébként. Most tök mindegy, hogy pofoszkodik. Mert. Fú, a jó színész. Ennyi. Tehát a legenda vagyok, azt ez tényleg le legendává tette szerintem mindenképpen ebben a szerepben. És utána jött egy olyan film egyébként, amit én nagyon vártam, és nagyon jó film. a trélerek alapján, és nagyon jó filmet kaptam, bár azt azokat nem a, nagy, a nagyobb poénokat szerintem a trélerre is de ugye ez volt a Hancock, a Hát, egyedi. Egy ilyen alkoholista, lecsúszott, szuperhős. azt látjuk, hogy ugye ott fekszik a padon. Beizé, nagyon be erős, ebből ilyen a... Superman dizájnba, csak... Nem... több kárt csinál, mint hasznot ez a tipikus, mikor a visszadobja a bárnát az óceába, rákúrja a hajóra, meg stb. Igen, Norvi, legenda vagyok kettőről, mint hallottam volna, hogy elő, előkészületben van. Nem tudjuk. Hát már látod, többiek is ott van, egy Dóra is írja, hogy nála is top 10 és csak a kutyán. En, az engem is megbasz, a kutyát bántják, ezt, de ez, minden filmben, nem csak ebbe. Mert amikor meglőtték a izébe és a kutyám Jerry lee lövik, meg a kutyát a Tom Hanks-es filmbe. Pedig ott nem halt meg a kutya, csak meglőtték, mert én ott csírtam, tehát. Hát én már csak a windy a ridik. Filmből, amikor, amikor, van benne egy ilyen mutáns kutyeszerűség, az azt meglövik, van egy akkor ja, én ez én nem nem a szeretem, szerettem, amikor akkor kinyírják. Azok olyan cukik voltak. Hát nem. Bele nyelve egybe, ki? hú. Jó, Já, ki kutya. Hát, <laughs> a hacsiról ne beszéljünk, jó? Öt meg sem néztem. <laughs> nem nézek meg. Az, 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 az a sem nézem, meg, meg az ilyenek. Ja, opszi. hari hogy volna, meg karaktere, hát meg ha egyik kopó, másik, bocsánat. ilyen igen, az volt. Kutyám Cserili, az Belusi volt. Igen. Milyen ideges volt, amikor a kutya meghalt, írja Roland is. Hát a kutya az egy érzékeny pont az élek több embernél. A Obsidian Home előttére meghalt a, a karaktere a legenda vagyokban. A kutya négy életét láttam, sőt a, folytatás, a négy meg. útja, a folytatás Én... azt is láttam, de a Hachi, azt kell megnézni. Én ezeket ezzel, sem az, nézem az, meg. az kinyír. A Hachi, főleg, hogy megtörtént ráadásul, ugye az mindig ad egy... Nem igen, nézem. igen, Jim Belushi. A Hachi, pff, csinálunk majd egy kutyás adást, amikor tényleg így rámegyünk Peti, erre. Azt feled, én nem És nézek ilyen. Peti az érzéketlen, ő nem fog sírni, ő, ő olyan típus, majd én sírok. Nem, egyedül azt nem bírja ő is, se Peti. Akkor együtt bőgünk, Peti. Jogos Ezek tényleg kipulcát, azért egy másik részt tényleg ütne, ezért mondta Obsidian, hogy van egy alternatív befejezés, amiben viszont nem hal meg. Tehát azt érdemes a Youtube-on megnézni egyébként. Na de a henkákra visszatérve, ugye az egy lecsúszott szuperhős, akinek előjön a régi Hú, tehát pörögni kell. Pörgünk. pörgjünk, előjön a régi kapcsolata, vagy ki a, a csaj, és akkor az is szuperhős, és akkor a párbaj, meg a nagy izé. Látványos, aranyos, de a nagyobb poénokat tényleg előtt a tréler. Persze. Az is, ez is ebben a hibában esett. Hát, a cuki amúgy, így célszerű megnézni. Egy polyan, a, a, de a, olyan jó színész játékot tol benne Will Smith, amit itt is aláírok, hát amikor a vasútnál elkezdik lehúrogni, ő meg csak Ja, igen, igen. Zseni, zseni. Jó, Tehát nagyon jó színész. És ugyanebben az évben jött a 7 élet, amiről már ugye beszéltünk, ami nekem egy kicsit unalmasan indult, viszont a vége, vége megbocsáthatóvá tette ezt az unalmas, mert nagyon szépen Hát olyan, ö, mint a... Feltolta. Ugye ne néz fel neki, és a végén a alcsora jelenet, ami, ami megkoronáz minden. Hát igen, jó, de ne néz fel, az úgy azért végig adta, tart. adta a film, ami nekem nagyon tetszett, tényleg. Ö, utána viszont jött a Men in Black? Három. Három. Ez, Ez, volt az időutazós. Az időutazós, amiben ugye George Brolin játszott a k a fiatal. Igen. Ö, hát a, majd ténylegesen Tommy Jones csak egy 5 percet játszott benne, ugye hát, benne. Így van, így van. Ö, nagyon érdekes a sztori, ugye a múltban történik valami, ami megváltoztatja a jelent abban az irányba, hogy megszopjuk és emiatt vissza kell neki menni a gyakorlatilag. Nem, a jelenből visszamegy valaki, aki megváltoztatja a múltat, és utána mi És azt kell megakarálni, a Boris. Boris. Ha nincsen ször, akkor jó a Boris. Ezt szokták mondani, de az egy nagyon jó harmadik, ja, és a, a, abban ki a, 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 a végén. Szeretkezz, ne háborúz. Ja, Én mind a kettőt élvezem. A ab, Boris abban van a végén amúgy, a, a, hogy Kály már látta apja halálát, tudod, ott igen, van igen, egy igen, igen igen, 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 igen. az biztos. Roland írja, hogy na aztán tényleg durva a hacsi, én is írtam, amit egy csecsemő gyerekek, elmondom, hogy én a hacsival úgy találkoztam, hogy egy random cikk. Kutya, ezért megtörtént eseményt tartottam, megnéztem a trélet, a tréleren bőgtem. Utána néztem meg a filmet, és zokok. Trélet sem, sem néztem meg. Baromi durva. A, a pedig... kedves is feleségem mondja hm. folyamatosan, hogy nézzük meg, mert látni akar sírni. Én négyszer láttam már azt a filmet. Hát téged egyszer láttam a filmet a jöttünk ki a moziból a, bakas a listáról. Listáról, négy nagy szállat. Most, most, a Peti megnézném, már nem ő is sírna. Hogy, hogy már Peti nem fog baj, de ki kell egy pici. Márli meg én, Peti, igen. Tehát azt tudom, hogy te az, de meg az neked az a, az a gyengéd, ami jogos. Ott, a, ott is a végén, ugye? Nem, hát nem nézek kutyás filmeket, pontosan emiatt. Igen, én Még a kutyót is megsíratom, hagyjál már. Nem szabad bántani a kutyákat, jó? Így van, Mondom. nekem is van, Pantia Na, a buldog. Így van, nekem meg a lakótársamnak van Csivóval a tacskó, keverék, már szerepelt az adásban egyébként egy pár Így van, van. akkor a kutya, mint akkor ez enyém szarik. <laughs> Pedig az enyém egy Igen, a bakancs listán, Peti. Így zok, van a bakancs listán. El. Jó, vész visszatérünk vissza, mert kicsit pereg az idő. Jött a föld után, én ezt nem néztem meg. Én a fiával Jaden Smith. igen, aki, igen, igen, igen. Aki, aki amúgy nagyon el van ő nagyon-nagyon nem szeretik így emberileg a filmes. Mert egy ilyen Egyébként ő a Karate Kidnek a Jackie chan feldolgozásával futott be a kiskölyök. Ne jó játszott. Aminek egyébként Will volt a producere, tehát nyilván betolta a kölyköt, és az egy meglepően jó jó, jó Jackie chan teljesen jó. Az a kabát fel le, fel, nekem nagyon tetszett. Nekem tetszett hát ugyanaz egy... Miyagi mester, tudod csak a régén. Ugyanaz, mint a kickboxer is. Régen, a, a, régi karatekajokból kellett festeni, meg polírozni az autót, meg ilyesmi. Tehát, nekem ezek mind tetszettek, karatek, Tehát, a sport, csak nem a vészmisszes változat, hanem a régi. Jó, ezek jók, ezek a kiképezlek és a végén tenyersz nyers filmek utána, ami néztem, hogy megint volt egy jó üres járata, viszont 2016-ban a Suicide Squad, ugye az öngyilkos osztagnak az első változata, tehát nem ez az újabb, hanem ami nem Szenem az újabb, hanem nem, a régebbi. Nem, nem volt azt szerintem tónk az, nem tudom még, hogy szállták az, 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 az egy kurva jó film volt, szerintem, ugye abban játszott a Dead Igen. És ugye neki volt is egy drámája a karakterének, nagyon jól alakított, a végén hmm. is meg volt a motivációja, Szerintem nagyon jól vitte azt a filmet már ugye, úgymond a hátának is szereplőgárdából, nyilván már mellett. Viszont. Robby? Margot Robi, Margó meg Robi. így van. Hát ugye Harley Quinn azért az is odaverte magát. És én azt mondom, hogy az a film, amilyen negatív fogadtatás és kritikát kapott, szerintem az egy teljesen vállalható volt, és most még egyszer mondom az első most osztagról beszélek. mellett a másik is nagyon tetszett. Csak ugye az már egy teljesen más vonal volt. Utána jött a Bright, amit már beraktam a Netflixen a saját lejátszási listámba, de még néztem. mindig nem néztem. Szerintem, meg az ilyen szerintem jó. Kívül is. a Földön kívüli is. De ilyen, az van a borítóképen, ilyen nem. Földön kívüli. egy ork. Hát akkor meg ork. Um, gyakorlatilag a Bright, ha még nem láttátok, akkor nem. Igen, hogy Netflixen kevesen, nem. Netflixen fent van, nagyon kevesen látták. Igen, az én hogy nem volt. Nem nem, 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 nem is jött ki volt, volt hogy csak Netflixen ment fel. Ezt mindenféleképpen nézzétek meg, mert. mert Nekem hozza azt az egyediséget, amit még eddig nem láttam. Uh -huh. A film ö, rövid, sőt, nem is mondom, bele sem megyek a sztoriba véletlenül sem, de lényeg az, hogy mai világba játszódik, itt köztünk, csak úgy van megcsinálva a mai világ, hogy igen, léteznek orkok, varázslók, tündék, törpök. és akkor úgy kezdődik, a film legalább úgy kezdődik, hogy ott ki van rakva az úgy nagy szúnyogírtó, tudod, ami megrázadókat, a dolgokat, és akkor az ja. ilyen, abban az új manók repülnek a ilyen pici manók repülnek, de meg, tehát, hogy jó. halnak a manók egyből az a Na, ott kártevők. De jó, jó, nézzétek meg a Brightot, ha még nem láttátok. Mora, én belaktam a saját listába, de még mindig nem néztem meg, pedig ott van mindig az um, az, az első. Sport. Jó, hozdat teszem a sztori egy picit uncsi, de érdekes. Érdekes az összkép, hogy, hogy mi ez, vagy mi nem. Na mindegy, hát akkor ez a Bright volt ugye 2017-ben, és utána jött 2019-ben a, minden, a Bright, uh, Misi, Bright. Bright. Ennyi, nincs magyar címe, ennyi a címe, Netflixen megtalálod. És akkor jött az Aladdin, ugye 2019-ben, hiszen elindult a Disney-nél ez az élőszereplős, újra animált, uh -huh. mindenből, tényleg a legrégebbi meséktől kezdve elkezdték most ezt, ezt csinálni, és ennek eset áldozatául az Aladdin, ahol ő a Jin szerepét vállalta magára, meglepően jó. Nem volt az rossz az Aladdin feldolgozás, nekem, nekem az még nem, volt rossz, nem volt, tényleg nem volt rossz. A, is jó volt, nem tetszett, hogy meghagyták a zenét, és csak modernizálták egy, egy számot írtak hozzá, ha jól tudom, a hercegnőnek egy, a Jászminnak volt egy szólódala, ami, plusz volt. tényleg jó, amúgy, meg tényleg jó. Mindegy. Jó, pont. Elvállalta, jó volt. Állítólag lesz folytatás. Az alapból is. Nem, 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 pont ezt akartam mondani, hogy semmi köze nem lesz a mesés Ö, idővonalhoz egy teljesen. Na, mód. pedig a másik is idővonal Az jó, volt, volt, jó volt, visszatért, a... nem azt szerettem. mert Zsakf... mert hogy elment, és úgy utána visszatért. Igen, az hát egybe elmegy, itt az meg visszatér. <laughs> és utána jött a Gemini Men, ugyanebben az évben, amiről beszéltünk. Nem néztem meg pont amiatt, mert hmm. nagyon lehúzták, pedig vártam amúgy. Mert én szeretem ezeket a visszamegyek önmagammal találkozni. Hát akkor neked tetszeni volt. fog. De nekem valamiért így nagyon lebeszéltek róla, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem fogom megnézni. Hát utána igazából a Bad Boys negyedik része volt az, ami hát a, igen, harmadik igen, bocsánat, volt egy pár a, harmadik, a harmadik része volt. igen, ő sok mesében szinkronizálgat egyébként. A főleg, amelyek beénekelnek, meg reppelnek Reptel. Mert a, a, rappet, ha, meg meg még... a a Igen, tehát igen, ő is, ő is, az Aldiánban is így cupog, pont já, op, 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 op. És akkor utána gyakorlatilag már Rihard király volt az első mm. mit és nem értő szerepe, ugye ez 2021-es film, és erre ugye Oscar is kapott. Hát, az aztán várjuk egy előkészület. Igen, itt van a Bad Boys 4 előkészület. 23-ra. 23-ra. Hát, én nem látom a legenda vagyok kettőt, az még tényleg csak ilyen csirip csirip. Az nagyon csirip csirip. De ez én... már 5 éve is Gemini csirip Gemini nemben nincs időutazás, Norbi. nem tudom a sztorit, azt tudom, hogy ebbe a filmbe találkozik a fiatal lényével. Hogy most ezt ő hogy csinálja, azt nem tudom. Tehát én, én, vártam ezt a filmet a trailer alapján, csak mondom, annyira lebeszéltek róla, hogy én teljesen hát azért, mert Akkor nem időutazás, hanem nem. valami. De találkozik a fiatal lényével. Találkozik akkor találkozik. Nem, nem, időutaz nem, nem időutaz időutaz. Időutaz. Jó, Így van. én elhiszem, itt abszolút elhiszem. biztos. Nem lövöm le a poént. Azt megteszik a többiek. Így van. A filmben gondolom valaki csak lelőnek. Hát megnézem, nekem tetszettek az ilyen. Nézd meg. Nem időutazó sok szóval, de azért hasonló. Ráérős ember vagy. Aki, akinek kevés szóval. az ideje, akkor erre a filmre szállja. Azt szóval Tehát annyi van, mint a tenger, hagyjál már. Tény, mondjuk ez igaz. Mindenkinek Na. ugyanannyi 24 órája naponta. Így van. Jó, ő, tehát a filmes pálya jelenleg itt tart. Most az, hogy a Cancel mennyire lesz még hatása a Will a pályára nem tudjuk. De most már oldani látszik. Én úgy gondolom, hogy nem lesz ebből gond. Nyilván most az Oscar díjra nagyon nem kell áhítni a... tőle azért. Ezt nem raktad be véletlenül? A... Klónozzák a, 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 a fiatal lényét, írja Imi. Szia mikém. ez az, amit nem mondtam ez, ez, az, amit Norbi nem akart nekem lelőni, köszönöm szépen. Én megnéztem a filmet. Úgy gondolom, igen, van egy ilyen film, hogy klónozzák a fiatal lényét, és azzal találkozik, ez a Gemini Pont. Ennyire szó. <laughs> most így mire köszönhetően ezt is megtudtuk. No, oké. Okay. Amire érdemes még egy nagyon minimálisan rátérni, ugye a zenei pályája, amit mondtam, ugye ők alakították ezt a rap duettet, de utána ő szóló kezdett, és nagyon sok olyan filmben bejátszik, ő a soundtracknek is a uh -huh. jelentős része volt, hát ebből gyakorlatilag hát a, az, az, is Hát most úgy saját szerzőmény mondom, is. a -nek ugye a első két részéhez biztos, hogy ő csinálta a fő címbe, hát nyilván az első volt a Black, a másik a Break, ilyenek, vagy nem tudom, nek, vagy nem tudom melyik de ezek mind elég jó sikerült, és mai napig retro -bulin szerintem játszott dolog, vagy akár a Miami, ami nagy slágere volt. Szóval ő azért a zenei pályán is szerintem úgy gondolom, hogy én és grammy szóval is, Grammy is egyébként, tehát ő oscar ilyen meg nem sok van. Sőt, egyébként világrekorder, Guinness, rekordot, Guinness rekordok könyvébe is bejegyezték, ugyanis a Randy Guru, hiszem a Randy Gurunak három dísz bemutatójára is elment 24 óra alatt, és ezzel Guinness rekord el lett színészek között, mert még senki nem ment el 24 órán belül három különböző országba, három különböző dísz bemutatóra. Ő igen, meg is tudnám mondani, melyik azok a három ország, mert látom, hogy ott kíváncsiak vagytok rá. Nagyon, örülök, meg ha nem tudom meg. Én, hát csak nem tudom, hol keresem, de valahol azt én olvastam. Én, én készültem amúgy, nagyon-nagyon jó fej voltam. Megnyitott egy Wikipédia oldalt, igen, ha nem keresni. <laughs> igen, de a nem, na mindegy, valahol. Szeret csakkozni, ennyit tudunk még állítólag. Ezt is a wikipedia írták, de lehet, hogy nem is igaz. Szóval az a lényeg, hogy Vészmisz ma 54 éves is. Innen kívánunk neki. Pofonmentes, de annál inkább szexi, boldog születésnapot, amit még tudni kell a magánélete, ugye hát nyilván, hogy ez a pofon is a feleségével kapcsolatosan, ugye ez viccelődött. Lehet itt most mellé állni, lehet ellene lenni. Itt a nyilván... az, hogy amúgy... Uh... Szerintem nem volt ez annyira nagy, mint amennyire hogy? ő ezt hogyha valahol kapnak, ott valahol adnak is, vagy fordítva, tehát hogy meg elvesznek. A fiám az szerintem egy borzasztó ember, így a hírekből, meg nem amiket, nem amiket így lehet róla hallani, meg amilyen izék Bocsánat! Yeah. Ide pokisztál? Nem pokisztam, recseg a szék. Csak elültem a... Engem az Nem, recseg a szék. Most is recsegettem, hallottam. Recseg a szék. Igen. Um, tehát, hogy egy port... Mit akartál ezzel kifejezni? Akkor ugye a feleség csalja, ja, bocsánat, nyílt kapcsolatban élnek. Nyílt kapcsolatban élnek. élnek. Hát, és akkor megy a és érted, sért, a sport, előadják itt a nagy királyt, és akkor ez megy. Nyilván ők egy jó ideje már élnek ebből az influencerkedésből, hmm. tehát ők ez a napi, ö, megmutatjuk az életünket, kikivel éppen hányszor, merre, hova. Ezért volt nekem egy kicsit visszás ez a dolog, mert egyik, ha megnézed az oszkádi átadáson, nekem az annyira megmaradt, hogy Ugye lenyomja a kisztrák a viccet, ránézett az asszony, hogy aki meg... Na, egyből felszívta magát, aztán most szerzek egy jó pontot anyánál, hát ha nem is kell egyet, de nem tudom, de nekem ez olyan visszás volt az egész. Igen. Hát na, ez van. Viszrok nagyon jól, el volt belőle, mert ő azért a műsorába be tudta építeni. Beépítettem? De... Hát beépítgette persze. De elég, elég fura a hullámot indított mert, ez mert mindig nem nyilatkozott róla, meg nem nyilatkozik róla. Az a baj, ilyen. hogy önmagában a világszinten egy furcsa hullámot indított el a stand uposok körében is, mert ugye Chris Rock, ugye stand-up is, és ugye általam fel, hogy akkor most már gyakorlatilag viccelődök bárki, az feljön pofánver, és vége a műsornak. Tehát azért kicsit-kicsit azért, igen, az a volt ez a hát, szerintem. Um, én most igen? láttam egy felméri Péter fellépést a céges rendezvényen ő volt a sztár vendég. Uh -huh. Hát én ki eljöttem, Nem bírtam. Úgy hallatni. szerettem régen amúgy. Én nem bírtam. Már most nem sokat hallottam. És nagyon sokan értem. mondták, hogy ez... És igazából ténylegesen megszűnt az, hogy, tehát, hogy ha egy humorista... Nem tudsz már úgy beszólni. Nem tudsz már De akkor hogy mondok egy ilyen példát, nem. Direkt visszamegyek régi időkre. Hoffi. Aki az akkori rendszert kritizálta. És ugye, tehát egy humoristától azért, aki izében úgy elfogadható dolgokról beszélünk. De, de az, hogy valaki úgy felszívjon valamit, nem tudom, mondjuk itt is megvan azért a humornak az a bizonyos faja, hogy ugye, ha Tehát, hogy egy darabot, tehát egy darabot, hát ez hülyén hangzik, tehát egy egyént nem szedhetsz ki a tömegből. Tehát mehetsz egy csoportra, egy egy, 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 bizonyos országra, vagy, vagy tehát egy nagyobb, tehát de már nagyobbra, sér. de hogy, hogy egy egyén kiszedni, igen, az úgy lehet, mert ez úgy, sé, úgy lehet sértő. De tehát, ugye én akkor is azt hogy az nem volt sértés, tehát az Oscar Gálán is most nyilván tudjuk, hogy beteg, de azért ne essünk már át a ló túladál, tehát nem halálos beteg, hanem egy olyan betegség, ami ugye a haj jár. És akkor az, hogy úgy faszán festeni a G.I. 2-ben megint, tehát kb. Tehát, szerintem egy tök jó indulatú dolog akart ez lenni amúgy Krisztrák részéről. Tehát ő nem gúnyolódni akart, hanem, hanem mondjam, odaszól, hogy vigasztalóan oda szólni, hogy figyelj, amúgy tök jól áll. Amúgy, amúgy elmáll, nem, mert, tudom, nem tudom, hogy pontot nem emlékszem rá, mert én csak annyit, én nekem úgy nézik, hogy csak annyit mondod, hogy hogy hívják? Hogy, hogy hívják? Oh, Pink, jay, 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 tőle, Jade, Jade, pink, pink, az benne van. Hogy, pink. Uh, hogy, csak így ránézett, rámutatott, hogy már várom a GNG 2-t. Igen, de, de az arra hogy jó, látom az új frúzra, tök jól áll, vagy G.I. Jane 2 Hát fel lehet így is fogni, fogni, fel lehet úgy is fogni. Hát Will Smith jól fogta fel, csak utána az az, hogy ránézett, hogy apa, hát azért na. Beszállt a kanyát, ugye, csak az csattintott egyet. Na mindegy, jó, hagyjuk, meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz egyébként. És jó tudom, akkor Will Smith, bocsánatot kért hivatalosan. Hát, hát már muszáj volt neki azért egy idő után, mikor már nagy volt a push, hogy ő, ő mondott le az akadémiai tagságáról is, tehát nyilván megkérték rá, de uh -huh. hivatalosan ő mondott le. Elmarasztalták, hogy a tíz évig nem vett részt oscar Gálán. Jada Pinkett Smith. Ó, tudtam, hogy valami van. igen van. Uh -huh. Kovács Ózsaszín Jada. Joda. Kovács Joda. Na az, az lesz most már, hogy a Kovács Vilmos és Kovács Joda. Öh, Na, hát mi Smithről ennyit, én mindentől függetlenül én ezt a pofont el akarom felejteni, és igenis leborulok a tehetség előtt, mind zeneileg, mind uh, színészileg, és én még várom. Ja, azért, mert tehát hogy uh, kiszott a hágba. Nem, nem a Mark faló, hanem a kellőtte volt. Edward Norton. Edward Norton, ugye ő is le van írva. Hát, mert mert ő... Ő nem tudnak vele dolgozni, borzasztó, ő személyiség, egy de egy remek színész. Tehát van az, amit el kell ismerni, és van az, ami, ami, ami meg összeférhetetlen. Tehát Will Smith, vagy Will Smith, Will Smith is egy nagyon jó színész. A fia is nagy, szerintem jól játszik. Tehát na, szerintem ő nincs vele baj. Anna, annak igen. ellenére, hogy egy... na mindegy hagyjuk. Megreppent a gyermek egy kicsit így, így nagyilag, van. de majd szájba vagy valaki, az jó lesz. Mm. Figyelj, én azt mondom, hogy én még, én még látok Will ez az 54 évesen még közel sem öreg, szerintem őben. Miért van még... is most ért be szerintem az elmúlt 5-10 évbe. Richard királyról annyit beszéltünk, Norbi, hogy, hogy euh, az nem azért látta az oscar és nem láttuk. Figyelj, én, 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 Richard Király, igen, Edvár Norton, pedig én mondtuk is. Lakson <laughs> igen, Richard Király, ugye ezt beszéltük, hogy én azt hittem, hogy valami történelmi dráma, aztán meg láttam, hogy az a Williams útnak az apukája, elegem az nem... Nem, nem én nem ugyan hogy... Lenne. Én ne, éjszem, hogy nem de nem... Hogy nem, nagyon szeretem ezeket a sportolós filmeket. Hmm. nagyon szeretem a megtörtént eseményeken alapuló um, katasztrófa, tehát mint például az Everest, hogy tudod, túráznak és tehát ja. az ilyet imádom, azt nagyon szeretem. De, de most az, hogy egy, egy sportolónak ez az élete, és akkor itt végigment rajta, akkor jó. Hát ez ez. Gratulálok. Edvár Nortonnál, igen. Norbi, semmi gond, nem azért így mondtam, csak hogy nekem ez a véleményem. Tehát biztosan nagyon jó film, meg elismerik, hát nem, nyilván nem a szarját kapta az Oscárt, de, de nekem maga a téma nem. Én tényleg, amikor Rihárd király, én azt hittem, hogy jönnek a lovagok, trónok, harca kettő, mindenkit lekaszabolunk, hú de jó, meggyújtjuk a szénepazart, de nem. Simán, simán csak tologatta. Igen, nem úgy Edward Nortonnal én eddig, mert ráharaptat a pakt. A hát az az, igen, az amerikai, amerikai is be azért. És amúgy is belepofázott nagyon sokat állítólag, és pont ezért nem szeretik, hogy annak is átiratta egy csomó jelenetét, kevésnek találta a sajátját, ugye hát nyilván a Marvel sem véletlenül alka, nem alkalmazta tovább egyébként. Egy nem állt jó, jó, jó. Nagy, 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 deal volt egyébként. Bocsi, csak van a csajszé, és van, hogy két kezet igényel. Hát igen, 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 fogni kell a kis... Hát a csajok azok ilyenek. A kis két hónapos kis jánkát. A csajok azok ilyenek. Petivel pont ezen a Ja, én nem mondtam, ma, én direkt nem akartam bemondani. De hogy 30 ár született, és mondta, hogy ma két hónapos. Na, gyerekek, matek. Én mondtam, hogy nem, mert még csak 8 hetes. Az nem két hónap. Aztán megálltunk fél úton. Hogy akkor legyen mindkettőnek igaza. De aki 30 ár született, az 30 ár az két hónapos. Nem. Hát így. De csak az én véleményem, én csak én nem vagyok matek, Zseni. De ami de, 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 de tök, tök jó, lehet, hogy már tudunk elemzéseket tartottunk, szerintem De most akkor valaki szökőjébe születik? Az így járt. Ennek négy évente van születésnapja? Ez egészen jól látod, így jó. Csak azok hamar meghalnak, mert -26, 26 éves korukban már elég öregnek tűnnek. <laughs> Nem, egyébként nagyon cuki a kis csaj egyébként, állj már majd Most már meglátogattam őket, tehát... Na, nagyon cuki! Na, Williams csajokról szól, így van, és az ő apjukat játszik, biztos, hogy jó egyébként, csak nekem, nekem nem, engem nem ford meg maga az alaptörténet, hogy engem ez érdekelje, megmondom az őszintét. No, Will Schmitz, The happy end. birthday, köszönjük szépen. Ígértünk nekem Bármi valamit. Bármi valami. szóljál valak, csak te. Én? Látszik, hogy nem vagy egy matek zseni. Emiszt a faszokba, Péter, már bocsánat, a többiektől elnézést kérek, hogy ilyen kultúráltan küldtem el Petit a No, tehát ígértünk nektek egy olyat, hogy ugye az elkészült videóklippünknek a promó 27 másodperces és komó filmét, ami kedden fog felkerülni elvileg TikTok, Instagram, Facebook, mindenhova, akkor tervezzük a kirakást. Ezt most itt levetítjük nektek. Fel kell, hogy készítsek mindenkit azért. Tehát egy nagyon cringe, nagyon trash dal, nagyon trash videóklippel. Ezt egy ilyen egy ló, mint az aranga szeretlek. Annál, annál egy picit másabb. Rosszabb. Ö, rosszabb. így van. Tehát ezt itt forgattuk. Zöld háttér előtt, gyakorlatilag aznap éjszakára a klip alapját én összevágtam viszont megbeszéltük, hogy ez még így nem jó, azért még tegnap egy 8 órás, vagy tegnap előtt egy 8 órás munkával még egy kicsit szétefekteztük. Ebből a klipből lesz egy kis intro és egy refrén, és maga a klip pedig szerintem egy a másfél-két héten belül. Majd hmm. kijelölünk egy premier dátumot, és akkor ezt most levetítjük nektek, utána még egy három perce vissza, mint csak hogy le, hogy még tudjátok a monitort leköpködni tényleg, hogy itt vagyunk, és utána elköszönünk tőletek. Tehát majd kíváncsiak a véleményetekre. Kedden ez a promó fog kimenni, és utána egy-két héten belül maga a videóklip. Na, 3, 2, 1! Szerelme irántad végvideem, mióta ismerlek stabil a színletel. Volt? Most lehet köpködni a monitorokat, vegyél egy papír Jó, ez poén volt, hát most. Ez ennek, tehát ez nem, nem erről fog szólni az a zene téma, de, nem most ez így erről szól. Már most itt az két első várjál. Köpködnek. A téged. De én, én láttam. Azt, az azt mondtad, ilyen... hogy bohóckodjam szét az agyam. Én meg... Megtetted, 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 jó. Megtetted. Na, tehát ez a kis promó ki fog menni kedden a Youtube csatornára, TikTokra, Instára, mindenhova, és tényleg majd kérünk mindenkit, ez, ez én könyörgősbe, hogy tényleg mindenki, aki tudja, ossza meg hogy mire a klipet kitoljuk, azért addigra már legyen egy kis várakozás ennek a dolognak. Petik, én neked tetszett? Jó van. A az a jobb oldali az egy kicsit hasonlít rád mondjuk. Igen. Így meg is értelek. Jó, tehát ami várható jövő héten, ugye vasárnap még jövünk, 19.30-tól szokásos élőadással, és utána szerdán, tehát október 5-én este 7 órától, Mielőtt Norbi ki... barátommal ugye jövünk a Remény Rabjai című film kivesézésével, kibeszélésével, ugye a klasszikusok újra nézve című sorozatunk második részekét, illetve jövő héten Tomival szerintem most már forgatjuk a Szine októberi adását. Hát ez lesz. Hozzáteszem, hogy uh, most ez, mielőtt kilődjük ezt a zenei klipet, várjuk meg, hogy mi lesz a csatornával, már hirtelenből vagy 200-an leiratkoznak, akkor ak 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 lehet, hogy nem, akkor lehet törölni. Akkor igen. meg már mindegy. Igazából most van 610 feliratkozó, legalábbis még annyi volt az adás elején, most se lesz sokkal több, hanem inkább kevesebb szokott mindig lenni valamilyen, nem tudom. és. Uh, ha kirakjuk, és azt látjuk, hogy lesz 50, akkor már mindegy. Ha több lesz, akkor meg már mindegy. Tehát igazából mindegy. Ez a klip, tehát mondom, kedden maga ez a promó, ez kikerül a netre teljesen nyilvánosba. Már előre nagyon szépen köszönöm, hogyha megosztjátok, illetve így megmutatjátok ismerősöknek, és maga a klip pedig jövő héten kijelöljük azt a premier dátumot, a premier órát, és akkor azt ki is fogjuk tenni ide a YouTube csatornánkra. De ami a lényeg, ez az adás most le lesz törölve, és vissza fogom tölteni, tehát egy-két egy -két most nem lesz elérhető, de hamarabb lesz fenn, mint eddig, mert eddig ilyen másnap déltől volt elérhető, még ilyen hülyeség van, tehát nem lesz von, Tehát akkor jövünk 5-én a klasszikusok újra adása, a jövőt vasárnap 19.30-tól jövünk a szokásos podcastünkkel, még a témát azt nyilván nem tudjuk, de kitaláljuk, illetve hamarosan érkezik a színe maraton. októberi pro, mozipremiereket bemutató adása. Szerintem elmondtam mindent, ugye? Mm -hmm. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a cseteseknek. Mindig külön egy nagy köszönet, illetve neked is, aki most utólag nézted meg, vagy hallgatod. Ha vagy meg hallgatod, spotify Apple podcast vagy, bár, vagy az olyan podcast vagy podcast, vagy podcast appon, amit te szoktál. Te szoktál, hiszen fel minden podcasten is. Ez az adás is holnaptól már hallgatható lesz ezeken a csatornákon is. Peti, Köszönjük. akkor kapunk pénzt végre. Milyen pénzt? Hagyjam a pénzt, Milyen pénzt akarsz már kapni? Látod, Na, annyit kapsz, mint én, pont. Adj! Kiraktam a csetet véletlenül. Na, sziasztok, vigyázzatok martokra! És én nem tudom, hogy összegyűrni így nem, el, az, a fejét. Várj, maradj így, egyenesen, ezt még berakom a végére. Tedd már a kezed, ülj egyenesen. Várjál, ülj egyenesen. Hölgyeim <síthat> és Uraim! A mai adás hőse. Mi <síthat> a másik kész? Mi a kész, mi a kész. Dóra! <síthat> Imádunk, <síthat> szeretünk téged is. <síthat> Here comes the man in black. M.A.B. Na, és hős a Jövő héten vasárnap 19.30-szor. Sziasztok! Csak van iratkozzatok fel. Találkozunk. Sziasztok! Ciao! Várj, belőlem a sérót. Várj, belőlem a sérót, és most így. Vagy itt a pofon vágom. Oh!